új országos főépítész nevezett ki Pintér Sándor belügyminiszter. Nagy Ervin építész Makovec Imre tanítványa, alternatív Kossuth díjas. Dolgozott Svédországban, volt főépítész Balatonakaratján és Budapest 12. kerületében. Nemzetközileg is jegyzett építészeti főműve az organikus stílusban tervezett hattyúház. Az országos főépítész programjáról, elképzeléseiről kérdeztük. A mai magyar építészet nagyon rossz helyzetben van, úgy ítélem meg. Járom az országot, sok száz építésszel beszéltem, és mindannyian így gondoljuk. Kallódik, különböző minisztériumok között van, nincs egységes irányítása, rendkívül rossz, nagyon alacsony színvonalú a magyar építészeti közízlés. Olyan lényegi beruházások történnek, amire az építészek csak kicsit férnek a közelébe, gyakorlatilag az egészen változtatni kell. Szeretném elérni, hogy minden magyar településen legyen főépítész, vagy külön az erősebb falvak esetében, vagy a gyengébb kisebb falvak esetében járási vagy körzeti szinten. Úgy gondolom, hogy attól, ha a szakma képviselteti magát, megváltozik az általános szemlélet Magyarországon, felértékelődik a tárgykultúrának a szerepe. Ennek a dolognak a gyökerei a mesterünk Makovec Imre fejében születtek meg. A Kós Károly Egyesülésnek van egy működő modellje, ennek alapján magam is dolgoztam több településen főépítészként, szeretnék egy nyílt, tisztességes, átlátható világot teremteni. A közbeszerzéseknél az építészek szerepét kell növelni, tehát a közbeszerzésnél ne a pénz döntsön magában. Úgy gondolom, hogy ha a bürokrácia csökken, és erre nagyon-nagyon nagy nyomás van rajtam. Minden építész azt akarja, hogy ezek az óriási paksaméták, amiket beadunk, és hónapokig intézzük, ezek csökkenjenek. És a tervzsűrik, az eljárások, a pályázatok transzparenciának a megteremtése az radikálisan fogja csökkenteni a korrupciót. Lényeges dolgokban nyílt országos pályázatok kellenek. Sok pályázatot kell kiírni. Nem szabad Magyarországról kizárni a kiváló nyugati építészeket. Itt kell, hogy legyenek. De kiváló munkát kell tőlük kérni, nem szabad sznoboknak lennünk. Valódi értéket kell, hogy adjanak. Vannak nagyon jó magyar építészek, én úgy gondolom, hogy a kettőnek bizonyos aránya kell, hogy működjék. Meg kell tanulni a nyugati kultúrát, olyan szintre kell elérjünk, de a szívünk az magyar kell, hogy legyen. Kortárs építészetet kell csinálni, de olyan minőségben, ami legalább 100 évre szól. A magyar építészetnek sokszínűnek kell lenni, mindig is az volt. Lechner és Kós idejében, a modernisták idejében is egymásnak teljesen távoli stílusok éltek együtt. Okos, jó, tartós házakat kell csinálni, és minden építésznek olyat kell, amilyet ő gondol. Ha Bécsben jár, akkor Wiener Schnitzlit eszik, ha Felvidéken, akkor Strapacskát, Erdélyben, akkor Puliszkát, Olaszországban, akkor Spagettit. Nyilván ezeket nem kellene összekeverni. Sokszínű az ország, sok tája van, kell hagyni az embereket szabadon élni. Fekete Györggyel és Turányi Gáborral együtt Vadász György Kossuth díjas építész került a Prima Primissima díj 2011-es jelöltjei közé. A vadász építész dinasztia oszlopos tagja korábban sem fukarkodott a meglepetésekkel, az utóbbi esztendőkben azonban építészete valósággal megújult, élénk színekkel telítődött. A tavasz egyik emlékezetes pillanata az Angyalföldi Radnóti Miklós Művelődési Központ átadása volt, amelyet röviden RAM Kolosseumnak neveztek el. A 13. kerület meghirdetett egy tervpályázatot, és azon az irodánk pályázott, és megnyertük az első díjat. Ennek alapján megkaptam azt a gyönyörűséges lehetőséget, hogy tervezzek egy olyan szirmokból álló nagyvirágot, aminek a középső köre egy 20 méteres előcsarnok. A négy szirom tulajdonképpen négy funkciót jelöl, két kiváló fiatal tanítványom segített, egyik unokám Vadász Balázs, a másik pedig Palotás Artúr. Ez a ellipszoid test, ez egy színház lett, aminek először csupán az volt a feladata, hogy több célú csarnok legyen. Ez a színház, ez maga a RAM Kolosseum. Az Experience fog szerepelni, és övék is lett ez a része az épületnek. Az olyan korszerű színház lesz, ami nem csupán azt tudja, hogy vízszintes, emelhető, több részein, süllyezhető, minden olyan mozgásra képes,
amit a színház alatti technika 4 méteres belmagassága lehetővé tesz. A másik 3 szirom hófehér falaival és különböző ritmusban változó, táguló nyílásaival, pedig a tornatermet és mindenféle testedzéssel kapcsolt dolog. A másik egy könyvtár, a Szabó Ervin könyvtárnak a legnagyobb fiók könyvtára lesz itt, egy idősek klubja mellett. Negyedik pedig egy étterem presszóbár. A RAM Kolosseum érdekessége, hogy létrehozásában Vadász György családtagjai is részt vállaltak. Így unokája Vadász Balázs a tervezésben, az építész hitvese Vészabó Noémi festőművész pedig a halt uraló képzőművészeti kompozíció megálmodásában. A képnek a Tánc kaleidoszkópja címet adtam. Azt az élményt, azt a varázst szerettem volna visszaadni festményen, amit Román Sándor tánctársulata okoz a nézőben. Elvarázsolnak, elröpítenek valami misztika világába, és én próbáltam ezt képben megfogalmazni. Az experience magamba idézve egy kaleidoszkóp jelent meg lelki tereimben, és én próbáltam azt a misztikumot, azt a sok apró mozzanatból összerakott, tánclépésekből álló varást arra vinni, amit érzek, amikor látom őket. Itt megjelenik a mese, az álom, a varázs. Szándékosan alkalmaztam a vörös, fekete és arany kombinációt, hiszen ezek olyan erőteljes, átütő színek. A képen egy táltos érkezik a vörös, fekete, arany alakos táncosok közé, és újjongva fogadják. Visszanyúltam a gyökerekhez. Itt a népművészeti elemeket alkalmaztam a táncosok ruháján. Sok benne az arany, amely elvisz a misztika a mesék világába. Reptetni akartam, nevetni, játszani, hiszen játszani is enged szép komoly fiadat. Ez egy alapkövetelménye, nem csak a művészetnek, hanem szerintem a mindennapi életünknek. A 21. századi villaépítészet új lehetséges útjait kutatja Vadász György abban az épületben, amely a Gellért-hegy oldalában a Bérc utcában magasodik. Többszöri áttervezés után jutottunk el oda, Király Noémi volt tanítványommal, hogy csinálunk egy olyan házat, amiben van egy nagyon furcsa képződmény. Elindul egy 5-szintes, 4 emeletes épület, alul a tornatermeivel, az uszodára, mint dombra ráépít egy gyönyörű kertjével, majd jön az első igazi lakószint. Az első rész tulajdonképpen a vendégszobás bejárat a maga egy-két kicsi irodájával, körbe egy olyan kilátás rendel, ami érzékelteti a körülötte levő házak és a növényzetnek a érzelmi hatásfokát. Ahogy kerülünk följebb, és eljutunk az első emeletre, ott fogad egy óriási nappali, amiben van egy szabad konyha, fölötte vannak a hálószobák, 2 színben, és egy olyan épület kerekedett, ami a maga különleges növényzetével, a nagy plasztikáival, a válogatott anyagaival, az óriási üvegfelületeivel egy olyan elmozdulást okoz a második és harmadik emeleten, szinte egy megmerevített mozgását adja a háznak, amit kívül a nagy épülettől független tartó pillérek rendeznek, hiszen az ő pillérsoruk szigorú. A szentendrei illetőségű építész nagy kedvel tervez szűke pátriájában is. Emlékezetes kompozíciója a Hídvigyázók Tahiban. Nemrégiben pedig Leányfaluban tette le a névjegyét a faluház megtervezésével. 2 társammal, Spellenberg György fiatal építésszel, meg Quirin Emőkével, aki statikus volt és okos asszonyi szellemmel őrzött védője ennek a tervnek, sikerült egy olyan házat csinálni, ami kívülről, belülről megragadta az emberek szívét, a maga egyszerű hófehér vakolat architektúrájával, amit ritmusosan szabályoz a hol sűrűsödő és ritkuló, karcsú, vertikális üvegfelületeknek az aránya, hol pedig közte csupán szürkébb és kékesebb rizalitok között fehér fal, hiszen az építészet
a dudorokból, a bemélyedésekből, a lukakból és a tömör részekből áll, amik meg tudják ragadni az emberi lelket. Így született egy kétszintes ház, ahol fölül irodák, alul egy nagy terem, ahol 350 ember elfér zenei rendezvényeken, előcsarnok, háta mögött egy gyönyörű kertel, előtte pedig egy olyan kis parkkal, ahonnan kicsillan az a hófehérség, ami egy régi, nagy birtokos családi háznak a képét idézi, kicsit kastélyszerű, aminek az emeleti erkélye a háznak az egyik virágot nyújtó dísze, fényben, sötétben, napsütésben, szürkületben és esti kivilágításkor. A városka megszerette, a város vezetői megtisztelnek barátságukkal, én pedig boldog vagyok, hogy erre a területre is sikerült valami kis jelzét hagynom azzal, hogy mit értek építészet alatt, mert az építészet nem a homo sapiens műve. Az építészet a homo ludens értelme, értéke és ajándéka, a játékos emberi. Vadász György Nagykovácsiban a környezeti adottságokhoz és a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó családi villát álmodott meg. A ház érdekessége, hogy a pár épületét az építész egyik munkatársa Király Noémi tervezte. Nagykovácsiban vagyunk, egy délnyugati lejtőre épült családi ház nappaliában. Építés alatt áll. Körülbelül 140 nettó négyzetméter alapterületű. A pincében a garázs, a sauna, wellness rész kapott helyet. A földszinten a lakóterek, a nappalival egyben lévő étkező és a medencének a tere, és az emeleten kaptak helyet a hálószobák. Nagy üvegfelületek és nagyon kevés falfelület található az egész épületben. A burkolatok nagyon egyszerű, tiszta felületek, vakolat és hideg burkolat van az egész épületben, tehát a hálószobákban is. A délnyugati teraszra nyíló homlokzaton található három óriási nagy üvegfelület, és az a specialitása, hogy egymásra tolódnak az üvegfalak. Vadász György újabb építészetét bemutató összeállításunkat az építész festőművész házaspár új szentendrei otthonának bemutatásával zárjuk. Magyarország műemlékei a címe annak az örökségvédelmi topográfiai sorozatnak, amelynek első Székesfehérvár műemlékeit feldolgozó kötetét Enc Géza Antal szerkesztette. Azt a munkát folytatta ezáltal, amelyet Genton István az 1959-ben megjelent művében elkezdett. 2009 végén jelent meg a Magyarország műemlékei tervezett sorozat, de már ezzel a sorozat címmel Székesfehérvárról egy úgynevezett műemléki topográfiai kötet. Azoknak a műemléki értékeknek a helyrajzi felvétele, feltározása, amelyek egy adott területen, jelen esetben Székesfehérvár közigazgatási területén belül találhatóak. Fontos hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen a védett műemlékekről van szó, amit gyakran azonosítanak a műemlék kategóriájával, hanem a műemléki értékekről, épített örökségünk értékekről,
értékeiről, egyedi és az együttesekben, magában a településben, a település szerkezetében, annak különféle fejlődési fázisaiban, illetve nyomaiban meglévő emlékek, az épületek és a természet kapcsolata egyaránt ebben az összefüggésben szereplője és része ennek a leírásnak. A leírás az nem egyszerű tárgy leírás, természetesen ezt is tartalmazza, hanem azoknak az összefüggéseknek a rekonstrukciója, amelyek a mai állapot létrejöttében szerepet játszottak. Ez tehát a műemléki topográfiának a célja és a feladata, ami egyfelől tudományos cél, szigorú tudományos módszerrel történik ennek a felvétele és a megszerkesztése, másfelől értékvédelmi cél, ezért már a műemlékvédelem gondolatának a kezdetei óta szerves részét képezi az ilyenfajta leírás, ilyenfajta leltározás. Ennek a komplex feladatnak a része a műemléki topográfia. Nyugat-Európában 200 éve működő és folyamatosan csiszolódó tudományos kutatási tevékenység és műfaj. Ennek megfelelően számos változata jött létre. Ebből egyet kiválasztottunk, amikor ezt a székesfehérvári kötetet megszerkesztettük. Az egész ország értékeit bemutató sorozat első köteteként tartjuk a kezünkbe. Ez a fajta kutatás a legszélesebb nagy közönséget is megcélozza, ilyen értelemben ez egy polgári műfaj, és hogyha elterjed, ha az országban általánossá válik, akkor polgárosító is. Magyarországon ma 13 ezer műemléket tart nyilván az illetékes hivatal. Amit ennek a feldolgozásnak a keretében szeretnénk rögzíteni és átadni a közönségnek és a felhasználóknak, 70-80, akár 100 ezer objektum is lehet. Ebben az évben egy olyan alapítvány is létrejött, alapítvány a Magyar Műemléki Topográfiáért, amelyik a szükséges szervezőmunka ellátására vállalkozik, valamint természetesen a források gyűjtésére. Alapelv az, hogy lehetőség szerint mind azok támogatók között legyenek, akik a felhasználók közé tartoznak. Tehát természetesen az önkormányzatok jöhetnek itt szóba, központi forrásokra is gondolunk. Elsőként Veszprém város, Veszprém megye kerülne sorra, de a terveink között szerepel Pest megyéből esetleg a Zsámbéki medence, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből a zempléni rész. Az elmúlt időszakban már olyan előmunkálatok folytak, amelyek feljogosítanak arra, hogy 2 éven belül ezt be tudjuk fejezni, és Budapestnek a 12. kerülete, ahol nagyon komoly előmunkálatok zajlottak az elmúlt 3 évben, szintén a sorozat első részének a tervei között szerepel. A közeljövőbe sor kerülhetne Temesvár, majd egy kicsivel később esetleg Marosvásárhely műemlékeinek ilyen keretek között való közétételére. Tájépítészet és Karitász. Az Orci Kultúrkert Egyesület gyógynövény és fűszerkert kialakításába kezdett az Orci Park egy eddig elhanyagolt 300 négyzetméteres területén. Az Orci Kultúrkert Egyesületnek alapítása óta egyik fontos terve volt, hogy az Orci kert rekonstrukciójába és parkgondozásába valahogy részt vegyen. Egyrésztről ez persze kulturális programokat jelentett, de amikor felmerült egy körülbelül 1000 négyzetméteres parkrésznek a rehabilitációja, akkor azon kezdtünk el ötletelni, hogy azzal mit tudunk kezdeni. És nagyon sokat jelentett az a tény, hogy ez a közel 1000 négyzetméter, ez egy olyan gyermekotthon mellett van, ahol elsősorban állami gondozott és közepesen sérült gyerekek vannak.
Ezt a kettőt kapcsoltuk össze, és akkor jött az ötlet, hogy egy olyan gyógynövény kis kertet hozunk létre, amiben a gyerekek részt vehetnek a kert gondozásában, magában a kialakításban, és ezzel nekik is a kezükbe adjunk egy olyan lehetőséget, hogy megismerjék a kertgondozást, a gyógynövényeket, amik most még csak érdeklődést váltanak ki belőlük, de a későbbiekben lehet, hogy egy szakma kerülhet a kezükbe. Nagyon sok önkéntes vett részt ebben a munkában, úgy a kert tervezésében, mint a kialakításban, illetve a későbbiekben a gondozásban. Úgyhogy eddig is köszönjük az önkéntesek segítségét, és a továbbiakban is várjuk a jelentkezésüket. A kert építésében és gondozásában további 4 állami gondozott intézmény gyermekei is részt vesznek, akik munkájuk jutalmául a parkban található kalandparkba is ellátogathatnak. A kezdeményezés eredményeként mintegy 240 állami gondozásban élő, családon kívül nevelkedő gyermek vesz részt a fejlesztő foglalkozásokon. A program célja a gyerekkori traumák oldása, az életvezetési kultúra fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, valamint az egyéni és szociális képességeik, készségeik fejlesztése. A rehabilitációra váró kert részből tulajdonképpen csak egy részét öleli fel a fűszerkert, egy közel 300 négyzetméteres területet. Reméljük, hogy a későbbiekben egyéb növényekkel, kertrésszel tudjuk majd ezt a részt is gazdagítani. A nyár végére tervezünk egy kis ünneplést, ahol a már elkészült kertet meg tudja nézni a lakosság, az Orci kertnek ezt az újonnan kialakult részét. Ez lehetőséget ad arra is, hogy ezek a közepesen sérült gyerekek találkozzanak egészséges emberekkel, az odalátogató családokkal, az odalátogató családok találkozzanak ezekkel a gyerekekkel, ha máshogy nem, akkor az ő kis kertjükön keresztül, hogy segítsük ezt a fajta kommunikációt, amin keresztül nyilván az ő megértésüket és elfogadásukat is segítjük. Város és víz. Ez volt a címe annak a hallgatói ötlet pályázatnak, amelyet a Margit-sziget északi és déli csúcsának rendezésére írt ki a Magyar Építőművészek Szövetsége. Ezeknek a pályázatoknak az a lényege, hogy a fiatal építész hallgatók számára egy megmérettetést, egy megmutatkozási lehetőséget kívánunk biztosítani, amelyben a különböző építészeti műhelyek, iskolák, egyetemek egymás tudását, építészeti arculatát összehasonlíthatják. Minden alkalommal egy olyan témát választunk, amely problematikáját tekintve közérdekre tart számot, de mégsem jelent komoly kihívást abból a szempontból, hogy a technológiája vagy a programmer nem bonyolult és összetett. Mindegyik alkalommal közterületek rendezéséről van szó. A pályázatok minden alkalommal eredményesek. Tavaly 26, idén 46 pályázat érkezett be. Reméljük, hogy jövőre még több pályamű érkezik. Idén a Margit-sziget déli szigetcsúcsának a rendezés és azzal kapcsolatos építészeti gondolatok kifejtése volt a pályázat témája. Ebben az évben Budapesten rendezték meg az Európai Építészetpolitikai Konferenciát, amelynek szintén a víz volt a témája, és így kapcsolódik a két dolog egymáshoz. A díjkiosztóra szabadtéri építészklub rendezvénnyel egybekötve került sor a Pollak Mihály téren. Ez a Palota negyed a város műemléki zónájának egyik kiemelt része, és folyamatosan tervünk azt, hogy ezt a területet élettel töltsük meg. Az első díjat, egy ötnapos varsói tanulmányutat Reznicsek Zoltán és Kozma Gábor nyerte. Alapvetően két tervezési szempontunk volt, a kilátás. Erről a területről lehet Budapestet talán az egyik legszebben szemlélni. Ezen a területen mutatja meg Budapest talán az egyik legszebb arcát. Innen lehet befogni a régi történelmi emlékeket, illetve a természeti adottságokat. A második tervezési szempontunk az meg a vízzel való kapcsolat. Elég sok kísérlet történt idáig Budapest és a víznek a kapcsolatba hozására. Ez nem feltétlenül mindig szerencsésen sikerült. Mi itt próbálunk egy választ adni arra, hogy ezt hogy lehet egy kicsit felhasználó barátabban megfogalmazni. Maga a forma az számítógépes eljárással készült, viszont a tervezéshez felhasználtunk különböző grafikai, festészeti, fotomontázsos megoldásokat. Itt a forma alapvetően arról szól, hogy egy bizonyos bordasor fut végig ezen az egész képződményen, és ez a bordasor a végén egy teret ölel át. Ennek a bordasornak a tér fölötti részén egy mozgó, ilyen fényárnyékoló, elasztikus vászonszerű anyag helyezkedik el. Szinte mindig más arcát tudja maga ez a képződmény megmutatni a felhasználók, illetve Budapest
felé.